Pogacs és Krisztián is utazik a Győri Eto FC-vel Törökországba. A kapus Zalaegerszegen nőtt fel, itt lett NB1-es játékos, majd bajnoki bronzérmes, játszott a román és a görög első osztályban. Most fél éves kölcsönszerződéssel került az Etóhoz. Nagyon jó lehetőség, hiszen tényleg egy olyan csapathoz kerültem, aki európai szinten adottak minden feltétel ahhoz, hogy futballozzon az ember. Meg szeretném ragadni ezeket a lehetőségeket, és megmutatni azt, hogy továbbra is lehet lehetőségem itt maradni az Etóba fél év után is. A Győri Eto FC 26 fős kerettel utazik Törökországba. Köztük lesz két fiatal is. Illés Dávid kedvenc posztja az irányító középpályás. Az az álmom, hogy az Eto első csapatába focizhassak minél rövidebb időn belül. És hát ezért mindent meg fog tenni. 2006 óta vagyok Eto játékos. Nagyon szeretek itt a klubban játszani. Én is nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy elmentek a nagy csapattal Törökországba, és én is minden jobb teljesítményt szeretnék nyújtani. Lezsér Bence megszokta, hogy általában idősebbek között játszik. Így van ez azóta, amióta az Etóhoz került. Amikor ide kerültem, akkor is egyel idősebbeknél kezdtem. Aztán volt egy év, amikor visszamentem a korosztályomba, majd utána két évet is ugrottam. Előny volt, mert gyorsabb volt a játék, jobban tudtam fejlődni. Hárman tehát csatlakoztak a játékos kerethez. Lesznek viszont olyanok is, akik tavasszal már nem a zöld féreket erősítik. Számolt be a sajtó képviselőinek Sasa Stevanovics sportigazgató. Pili lassan 5 év volt itt, becsületen tette a dolgát, együtt elértünk a célokat, de előtt ez az idő, ami fogunk most búcsúzni egymástól. Neki sok szerencse kívánok ebben a másik klubhoz. Kis Máté visszamegy a Mezőkövesdbe, és tovább fél év lesz a kölcsön. Minden bizonnyal Mihály Nikorek is másút tölti a tavaszt. Az Eto a Lombard pápával tárgyal arról, hogy a középpályás a következő hónapokat a Győrhöz közeli NB1-es csapatnál töltse.